Sok diák tekint mumusként a reáltantágyakra, ez pedig a felsőoktatási felvételi adatokon is rendre meglátszik. Kevesen jelentkeznek az úgynevezett MTMI, vagyis Matematika, Természettudományi, Mérnöki és Informatikai képzésekre. Ennek a trendnek a megváltoztatását tűzte ki célul a Nyíregyházi Egyetem egyik projektje, amely 2017-es elindulása óta már el is könyvelhetett sikereket. Ha csak csekély mértékben is, de történt előrelépés az említett szakok iránti érdeklődés terén mondta el 35 perc című műsorunkban a program koordinátora. Kiemelném például a kutatóhelyi nyílt napokat, vagy a nyári egyetemi képzéseket, vagy versenyfelkészítéseket is, vagy robotika programozás élménynapokat, ahol konkrétan a mi oktatóinkkal, az egyetemi oktatókkal együtt akár egy programozási feladatot, akár egy kísérlet sorozatot végezhettek és nem csak mint kísérletezők, hanem mint adatelemzők, értékelők, eredményeket publikálók is részt vehettek. A szakember hozzátette, diplomásként könnyű elhelyezkedni ezeken a területeken, nagy ugyanis a kereslet az ilyen végzettségűek iránt. A hallgatók ráadásul már akár tanulmányaik során megismerhetik leendő munkáltatójukat a gyakorlatorientált képzésnek köszönhetően. A záruló pályaorientációs program azonban nem elsősorban őket, hanem a fiatalabbakat, a régió középiskoláiban tanulókat célozta meg, számukra nyújtottak olyan képzéseket, programokat, amelyeken keresztül aktív módon ismerhették meg az egyetemi infrastruktúrát, illetve bepillantást nyerhettek ezekbe a szakokba. 40 órás minikurzusokat és más olyan eseményeket is szerveztek a diákoknak, amelyek szintén ezt a célt szolgálták. Ezt tovább kell folytatnunk. Tehát minél több gyerekkel meg kell ismertetni a lehetőségeket, nem csak azt, hogy milyen szakokat fog és hol fog tanulni, hanem azt is, hogy ezzel a diplomával hogyan tud majd elhelyezkedni a jövőben. Milyen szakterületeken, milyen vállalatoknál és milyen munkakörökben tudnak majd munkát vállalni ezek a fiatalok. Az MTMI szakok népszerűsítése során a tanárképzésre is nagy hangsúlyt fektetnek, hiszen egyre több helyen van hiány az ilyen tárgyakat oktató pedagógusokból. Bizak benne, hogy az egyetemen szerdánként esedékes online nyílt napokon keresztül is minél több fiatal érdeklődését tudják felkelteni, és közülük sokan választják majd a matematika, természettudományi, mérnöki és informatikai képzéseket a február 15-i jelentkezési határidőig.